Elkezdődtek Gyulavárában is a 2018 évi körzeti karbantartási keretből történő munkálatok. Gyulaváriban is zajlanak a 2018-as körzeti képviselői keretből megvalósítandó munkálatok. A Fehérkörös utcában közel 3,5 millió forintból korszerűsítenek egy 350 méteres járdaszakaszt. A jelen pillanatban a Fehérkörös utcán állunk, itt betonjárda építése folyik. Az idei esztendőben 6,7 millió forintot szánunk gyulavárban betonjárdáknak a megújítására. A egyik leghosszabb utcánk, ugye ez a Fehérkörös utca, mint mellékutca, ez több mint egy kilométer hosszú, én bízom benne, hogy most már a jövő évben el fogunk jutni az utca végére. A Fehérkörös utca mellett megújul a járda Gyulavári több területén, így a Béke, a Vértes és a Kohán utca egy szakaszán. Szabó Károly elmondta, a tavaly a Malom utcában elkezdett munkálatokat is befejezik idén. A képviselő hangsúlyozta, a fejlesztések Dénes Majort is érintik, itt mintegy 1 millió forint értékben építenek cseréptörmelékes utat.